Ez még nincs vetített képe. Ez nagyon régen, hogy ott meg. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, külön meghívott vendégünket, Baksa Péter tanár urat és feleségét. Ma Radnóti Miklós költőre emlékezünk, aki 70 éve halt meg, 21 sorstársával együtt, Abda határába, a rákszatöltés mentén. Kevés olyan magyar költő van, akinél élet és költészet ennyire elválaszthatatlan lenne életébe, munkásságába. De Radnóti Miklósról, tanár úr és felesége többet tud nekünk mondani. Köszöntöm én is Önöket, és akkor tényleg Radnóti Miklósról beszélünk. Nem könnyű beszélni róla, hiszen más nagy évfordulók is vannak ebben az évben. Ugye 100 éve tört ki az első világháború, és szinte nap mint nap van valami program a háborúval kapcsolatosan. Aztán hát az első világháború után 19 évvel kitört a második világháború, egy újabb háborút ért meg a 20. század magyarsága. És lényegében nincs olyan nap, hogy valahol ne háborúznának, a háború pedig pusztítást, rombolást, öldöklést jelent. A háborúknak mindig, én úgy érzem, elsősorban áldozatai vannak, és nem hősei. Talán a szabadságharcok kivételével. Az emberiség nehezen viseli el, nehezen veszi tudomásul, hogy mióta az emberi történelem van, azóta az öldöklés, gyilkolás is folyik, és ez a teher íratta Gergely Ágnesnek az Útérintő című költeményt. Nagyon érdekes nekünk, Győr megyeieknek különösen, mert visszatérő motívum benne Győr, Abda, Csorna, Kapuvár. Lényegében a második világháborút, ha jól meggondoljuk, végig gondoljuk, mérlegre tesszük, akkor az a helyzet, hogy a második világháború utolsó szakasza az ország nyugati helyén folyt, és tulajdonképpen ez azt is jelzi, hogy egy fokkal, egy nagy mértékkel nagyobb teherre nehezedett erre a tájra, hiszen a nyilasok visszavonulása, a németek visszavonulása ezen az útvonalon történt. Győr, Abda, Csorna, Kapuvár. Mindegyik olyan hely, ahonnan nagyon sok zsidót elvittek, de Abda különösen azért is bekerült, mert hiszen Radnóti Miklóst ott gyilkolták meg, ott tölték tömegsírba. Azon töprengtem, illetve az jutott eszembe, hogy végső soron, ha Abdánál az a szekér, amelyen ezt a 22 beteg embert szállították, nem áll meg, akkor 5 tevényen keresztül vonultak volna a Hegyeshalom felé, és most nem emlékeznék az abdai áldozatokra, talán Radnóti Miklós is túlélte volna a második világháborút. Hát Abdánál letért az útról az a csoport, és Radnótiékat ott tölték meg. Hallgassuk meg ezt a költeményt, tehát Gergely Ágnes Útérintő című verse. Ennyi mindent hogy viszek el? Ennyi érintést oda átra, mint jelenlétem úgy visel, mint lábmosást a pátriárka. Ennyi hangot, villámcsapást, a szürke gránitpartra zúgó körvonaltalan áradást, mely kavicsokat ver az útból, s az elforgó kőszegletén
mintha kariatéda várna, és szimfónia lüktetés, Győr, Abda, Csorna, Kapuvárra. És meg sem állunk Párizsig, a csatornán ködös regények, Lovagvárhoz csattan a híd, az álmok velszül beszélnek, lebocsátják a csónakot, mérföld lépő csizmasekéne, és Nofretéte átragyog Teodóra gonosz szemébe, lagunáktól a fjordokig rálépsz egyetlen pókfonálra. És alattad csattog a sín, Győr, Abda, Csorna, Kapuvárra. Ennyi hangot, villámcsapást, ennyi érintést oda átra, s a fjordoktól hosszú csapás vezet a forró lagunákra, s visszagok és pékszagok, és zengő metróállomások, és lombikok és évszakok, s egy nyelven beszélnek az álmok. Ennyi mindent kibírhat el, sem gránitkő, sem pátriárka. Ennyit az az út sem viszel, Győr, Abda, Csorna, Kapuvárra. Ennyi mindent kibírhat el. Hát két háború terhét, tömeggyilkosságok terhét. Ez nyomja az embereket és a nemzeteket. Pedig, még ha erőltetett menetben, halálmenetben mentek is, akkor is ezekben az emberekben élt a vágy. Ugye 70 éve, 1944 őszén, november elején indult Borból, illetve október végén Borból, aztán végig az országon, Pannonhalmi téglagyárban töltöttek egy éjszakát, aztán Écsen, Nyúlon, és egyesek szerint Csanakon átvonult ez a sereg. Két kocsi követte, betegekkel megrakva, és Abdáig jutottak. És 22-t Abdánál a Rápca partján tömegsírba lőttek. Pedig élt bennük valami vágy. Ábrándoztak. Radnótinak a legutolsó között írt verse az erőltetett menet. Ilyeneket ír benne. Várja őt az asszony. Van visszatérni otthon. A régi hűs verandán a béke méhezöng nemig ül a szilvalekvár. Utolsó szava az erőltetett menetnek. Kiálts rám, s fölkelek. Hallgassuk meg, de bizonyára ismerős. Bolond ki földre rogyván fölkél, és újra lépked. S vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok, maradni úgy sem mer, s ha kérdezed, miért nem, még visszaszól talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb, szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog, hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még, s mint egykor a régi hűs verandán, a béke méhez önne, még hűl a szilvalekvár, s nyár végi csönd napozna az álmos kerteken. A lomb között gyümölcsök rinnának mesztelen, és fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassan délelőtt. De hisz lehet talán még, a hold ma oly kerek, ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek.
az életből, az életmenetből 35 év jutott csupán Radnóti Miklós számára. A legszebb férfi kor derekán. De emlékezzünk, Petőfi 27 évet élt. József Attila 32-t. Mégis a nemzet legnagyobb költői közé tartoznak. Mert valahogy úgy rendeltetett, hogy ebben a rövid életszakaszban is teljeset, egész életművet alkossanak. Nagyon érdekes, hogy egy kerek egész született. Ez alatt a pár év alatt is, amit költői alkotómunkával töltöttek. Ferenc Győző irodalomtörténész szerint Radnótit egész életében végig kísérte az úgynevezett haláltrauma, a halálérzés, a halálveszteség, a haláltudat. Miért? Egyrészt magánéleti tragédiájából következett ez, hiszen édesanyja meghalt a születésekor, és ikertestvére is meghalt. Tehát úgy maradt életben, hogy ön folyton vádolta önmagát, bűntudata volt, hogy az élete két halálba került. Hallgassuk meg 28 év című költeményét. Erőszakos rútkisded voltam én, ikret szülő anyácska, gyilkosod. Öcsém halva szülted é, vagy élt 5 percet, nem tudom, de ott a vér és jajgatás között úgy emeltek föl a fény felé, akár egy győztes kis vadállatot, ki megmutatta már, hogy mennyit ér, mögötte két halott. Mögöttem két halott, előttem a világ. Oly mélyről nőttem én, mint a haramiák, oly árván nőttem én a mélységből ide, a szabadság tágas és szeles tetőire. Milyen mély volt gyermekkorom, s milyen hűvös. Hívó szavad helyett kígyó sziszen felé játékaim kis útain, ha este lett, spárnáimon vért láttam én a gyermeket elrémítő nagy hófehér pehely helyett. Milyen mély volt gyermekkorom, s milyen magos az ifjúság. A két halál megérte-é. Kiáltottam a kép felé, mely ott sütött szobám falán. 28 éves voltál akkor, a képen 25 talán, ünnepélyes ifjú nő, komolykodó, tűnődő. 28 éves voltál akkor, most ugyanannyi lettem én. 28 éve, hogy halott vagy, anyácska, véres szökevény. Anyácska, véres áldozat, a férfi korban nőttem én. Erősen tűz a nap, vakít, lepke kezeddel incs felém, hogy jól van így, hogy te tudod, s hogy nem hiába élek én. Ez a tudat. Ez a tudat élt benne. A másikok a történelem. Olykorban éltem, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra. A fasizmus halára ítélte. A fajelmélet a megsemmisítendő csoportban tartotta számon, hiszen származása szerint zsidó volt. Nehéz volt ezt az ítéletet megélni, hiszen nem volt zsidó tudata, ő magyar költőnek tartotta magát. Kitűnik ez egyik leveléből. Hallgassuk meg. A szobám falán 3 családi kép van, 3 fénykép másolat. Barabás egyik meglehetősen ismeretlen aranyfestményének másolata. Ugyanerről a festményről külön a fej,
és Simó Ferenc egy nemrégiben felfedezett festményének másolata az öreg Kazinciról. A Kazinci képről csak nem mindegyik nem benfentes látogatóm, de az aranyról is sokan megkérdezik. A nagybátyád? Vagy a rokonod? Igen, felelem ilyenkor. Arany és Kazinci, s valóban nagy vagy déd nagybátyáim ők, s rokonom a hitét valló Balassa, az evangélikus Berzsenyi és Petőfi, a kálvinista Kölcsey, a katolikus Vörösmarty, vagy Babics, vagy a zsidó Szépernő, vagy Füst Milán, hogy közelebb jöjjek, s az ősök, a Berzsenyi szemével látott Horácius épp úgy, mint a zsidó Salamon, a zsoltáros Dávid király, Ézsaiás, vagy Jézus, Máté és János. Rengeteg rokonom van. Zsidóságomat soha meg nem tagadtam. Zsidó felekezetű vagyok ma is, de nem érzem zsidónak magam. Magyar költő vagyok. Hazám tájai kinyílnak előttem. Tehát magyar költőnek és dédapjának Kazincit, meg Arany János, meg Berzsenyit, meg a többi nagy elődöt tartotta. És ez volt számára fontos. Most azt mondja, ezt nevezik identitástudatnak, nemzetiséghez tartozás tudatnak, vagy magyarság tudatnak. Hát ő azért vette föl később a katolikus vallást is, azért keresztelkedett ki, hogy úgy mondjam, mert ebben az időben a katolikusság volt, illetve a kereszténység volt a magyarságnak egyik lényeges jellemzője. A következőkben a gyermekkoráról pár szót. 1909-ben született Budapesten, ugye 2009-ben ünnepeltük a születése 100. évfordulóját. Születésem anyám életébe került, ezt már megbeszéltük. Elemi és középiskola is, iskoláit is Budapesten végezte, aztán kereskedelmi iskolába került. Nagyon érdekes, abban a pesti kereskedelmi iskolában tanított Győri Juhász Jenő, például egy győri származású tanár, Radnótit és többeket is tanított ott egyébként. Szintén a holokauszt áldozata lett ő is. Egyszerű, világos tudatossággal fogalmazza meg a sorsát. Azt mondja, nézd, én a fájdalmak kertjéből jöttem, könnyes folyókon hullató ligeken, és zokogástól rengő réteken át a fájdalmak kertjéből jöttem, ahol sírást hozott a szél, a nap, az eső, a köd, a hold, a hó, az ég, az ég, az ég is. Így indult tulajdonképpen a pályáján költői munkásságában. Eredeti neve Glatter Miklós volt, tehát a nevében is idegen, és magyarosítottak. És mivel a nagybátyja kereskedő volt, hát apja halála után ő gondoskodott róla, és kereskedelmi iskolába adta a diákot. Utána pedig Szlovákiába került egy textilipari főiskolára, és tulajdonképpen itt élte az első nagy szerelem. Clementine Csídelnek hívták ezt a hölgyet, akibe szerelmes volt. Egy nagyon szép szerelmes versor született hozzá, Tininek nevezte a verseiben. Hallgassuk meg egy verszakot a hozzáid versorozatból. Néha a fiadnak érzem magam, amikor csókolsz a homlokomon, és mikor én hűvös borzalommal az ajkaidon csókollak vissza, mert úgy szeretlek. Mert úgy szeretlek, és az enyém vagy. Nagyon érdekes, hogy Fannit már 1925-ben ismerte, és fontosnak tartotta, hogy ezt a fiatal legénykori szerelmet, hogy úgy mondjam, tisztázza előtte, és őszintén bevallotta, hogy hát bizony ez
Igen, nagy szerelem volt. Hallgassuk meg, hogyan tett vallomás Fanninak, a későbbi feleségének. Tudod, édes, azért kicsit szomorkás eset volt ez a fénykép eset most. Nem éreztem semmit, és ez bánt, drága. Nem tudtam, hogy most már emlék sem nekem. Nem érdemelte. Figyelj ide, kicsi egyetlenem. Erről még nem beszéltem veled. Nagyon kell, hogy szeressük Tinit mind a ketten. Mert hát ő tette azt, hogy ma az enyém vagy. Hogyha ő akkor nem imád és nem csókolja meg hajnalokon a kezem sírva, akkor sohasem lett volna kitartásom, bátorságom elviselni azt a sok szenvedést, amit egy kis matrózruhás diáklány, te drága, okozott nekem, aki szép színes leveleket várt tőlem, és legtöbb, amit ígért, hogy testvérül fogad akkor, mikor én szerelmesen és bolondul szerettem. Az első asszonyom volt, jó szerelmes szeretőm, fontos ez, drága? Hát fontosnak tartottam, hogy tisztázzák ezt. És lényegében, Radnóti mindössze ennyi verset írt. Ilyen kis kötetbe belefér. De olyan nagyszerű versek ezek, hogy tényleg a magyar irodalomtörténet élvonalába tartozik. De tessék arra gondolni, Petőfinek a költeményei is beleférnek bőven egy kötetbe. És pontosan ez is mutatja a nagyságukat, hogy milyen fantasztikus, nagy költők voltak. Aztán ott hagyja a textilipari főiskolát is, és hazajön, érettségi vizsgát tesz, gimnáziumi érettségi vizsgát tesz, tudnék, felsőkereskedelmi iskolát végzett, azzal nem mehetett volna egyetemre, és beiratkozott a Szegedi Egyetemre, és ott nagyszerűen érezte magát, mert tanulhatta az irodalmat, amit szeretett, magyar-francia szakos tanárnak készült, nagyszerű barátokra tett szert, Baróti Dezsőre, Tolnai Gáborra, Ortutai Gyulára is még lehetne sorolni. Olyan tudós tanárok tanították, mint Horger Antal. Nem véletlen említem, ugye ő volt az egyetem fura ura, aki József Attilát eltanácsolta, de nagyszerű nyelvtudós volt egyébként. Vagy ott tanított Sik Sándor, katolikus pap költő, aki szinte atyai barátsággal vette pártfogásába, és segítette, patronálta a fiatal költőt. Örvénynek az Örvény című költeményét így kezdi például, hallgassunk bele, Sik Sándor írta Radnóti Miklóshoz. Már 1946-ban Radnóti halála után. Fiam voltál, háromszor is fiam. A titkot hányszor kopogtattuk együtt és kézből kézbe, hányszor eregettük a rímek csordogáló gyöngyeit. Kisfiú voltál, borzas és szelíd, és férfiú, bronz és kemény, mint egy döngő római költemény. A Tisza parton idéztük a múltat, s a túlsó partot, amíg körülöttünk a kiskertekben lázasan pirultak a csüngő, súlyos paprika füzérek. Kialakult irodalmi értéktudata. Az előbb már felsoroltunk idézetben néhány költőt, de lényegében az egész magyar költészetet, értékes költészetet magához vallotta. Egy másik tanulmányában, a Könyv és az ember című tanulmányában például a következőket is felsorolja még. Károli Gáspár, aki az Ó és Új Testamentumot magyarra fordította. Csokonai, Babics, és lehetne sorolni tovább. Korabeli költőit is nagyon-nagyon tisztelte, mert értette a költészetüket, nagyra tartotta. Ezért Juhász Gyula halálára is írt egy gyönyörű költeményt,
Kosztolányi Dezsőről is, ugye ő is kortársa volt, és Babits Mihályról is, akit súlyos betegen látogatott meg. Ebből a Babits versből idézünk, tessék megfigyelni ennek a zenéjét, meg az, hogy hogyan válogatja ki azokat a szavakat, amelyek Babitsnak a költészetét is jellemzik. Csupa zenét alkotnak ezek a szavak. Szavak, jöjjetek köré, ti fájdalom tajtékai! Ti mind a gyásztól tompa értelem homályán bugdosó szavak, maradjatok velem! Gyászoló, omló göröngy, sírj rá a sírra most! Jöjj könnyű testű fátyol, ó, takard be! S akit már régen elhagyott a hang, gyászold meg őt, te konduló harang, lebegő lélek és gömbölyű gyöngy, s gyászolj megint, te csilla szó, te csillag, te lassú pillantású szó, te hold, s ti többiek, ti mind. Gyönyörű zenei szavak, ugye göröngy, göröngy, fátyol, harang, lélek, gyöngy, csillag, hold. Ezek ott voltak, mint Babits költészetében is. Dolgozott akkor leghíresebb folyóiratához, illetve folyóiratában is jelentek meg versei a Nyugat című folyóiratban. Természetesen ismerte József Attilát is. Egyik késői versében például így említi. Nem menekült el a drága Attila se, csak nemet intett, folyton a rendre, de mond kisiratja, hogy így elpusztult. És megsiratta Federico García Lorcát is nagyon sokat, sokakat. A fenyegetettség érzése tulajdonképpen a 30-as évektől erősödött föl benne. 1931-ben jelent meg kötetében az újmódi pásztorok énekében visszatérő motivum az egyedül élek. Ebben már ilyeneket ír. Vár régen halottan a nagyfa, jajdul a fejsze alatt. Vagy ránk köszönt a színek szomorúsága. Elégiák és keseredők, ez egyik versziklusának a címe. Aztán 1935-ben megjelent az Új Hold című kötete. Ezt megmutatjuk eredetiben. Eredeti első kiadás. Az én nagynéném akkor volt pár éve később egyetemista, és akkor még ott kapott ebből a könyvből. Ez egy eredeti Radnóti kötet. Budai György. Benne Budai György gyönyörű fametszeteivel, ez a Pipacs című vershez készített fametszet. Itt ez a Pipacs. Itt is meg lehet majd nézni a róla szóló képeket később. Tehát ez a vers, ez a kötet már a fenyegetettség és a féltett szabadság verseit tartalmazta. Ennek a nyitó verse a Mint a Bika című költemény. A fiatal bika, amely önfeledten örül az életnek, veszélyt érez, farkas csorda szagát hozza a szél, küzd és elesik. Ez tulajdonképpen a költői üzenete is. Hallgassuk meg ezt a verset. Úgy éltem mostanáig, mint a fiatal bika, aki esett tehenek közt únja magát a déli melegben, és erejét hirdetni körbe rohangat, s játéka mellé nyálából ereszt habos lovogót. És rázza fejét, és fordul, szarván a sűrű, repedő levegővel és dobbantása nyomán gyötrött fű s föld fröccsen a rémült legelőn szét. S úgy élek mostan is, mint a bika, de mint bika, aki megtorpan a tücskös rét közepén és fölszagol a levegőbe. Érzi,
hogy hegyi erdőkön az őzbak megáll, fülel és elpattan a széllel, mely farkas csordaszagát hozza sziszegve, fölszagol, s nem menekül, mint menekülnek az őzek. Elgondolja, ha megjön az óra, küzd és elesik, s csontjait széthordja a tájon a horda, és lassan, szomorún bőg a kövér legvegőben. Így küzdök én is, és így esem el majd, s okulásul későkoroknak csontjaim őrzi a táj. 1936-ban megjelent kötetének a címe már Járkálj csak halálra ítélt. A terrorral, a veszéllyel szemben a tisztaságot hangsúlyozza. Hallgassunk meg egy kis részletet a versből. Ó költő, tisztán éte most, mint a széljárt a havasok lakói, és oly bűntelen, mint jámbor régi képeken pöttömnyi gyermek Jézusok. S oly keményen is, mint a sok sebtől vérző nagy farkasok. 1934-ben fejezte be az egyetemet, tanári vizsgát tett, de ekkor már olyan idők jártak, hogy nem taníthatott. Azt írja egyik jegyzetében, nem engednek tanítani, s íme most 40 gyerek helyett 10 000-eket tanítok, mert azért írni írhatott, sőt a rádióban alkalmazták is. 1935. augusztus 11-én kötött házasságot Gyarmati Fannival, akivel már lényegében serdülőkorától ismerték egymást, akikkel ismerettségben voltak, és tulajdonképpen azóta tartott ez a fellobbant szerelem. 35-ben tehát házasságot kötöttek. Istenhegyen, Pesten, Budán az Istenhegyi úton béreltek egy villát, és itt éltek. Gyönyörű versciklust ír a szerelemről, az együttlét örömeiről. Hallgassuk meg bizalmas ének és varázs ciklusait, éjjel, hajnal és varázs, ez a három vers a ciklusban. Nem alszik még a fa, benéz az ablakunkon. Most is, mint minden éjjel pislog, s vigyázza velem Fanni könnyű álmát. Alvó arca körül csillog és ring a párna, haja két kósza szál a csiklándja orromat. Halk hangot ad a fény, a párkány éle pendül, s Fanni már a földre lép, száján hosszú szárú szép mosolygás hajladoz, úgy jár kel és fütyöl, mint ünneplő boldogok, haja és inge lobog, s kezdi vad nappalát. Paskolt hajnali víz és szárogas gyermeki nap, úgy illest ajakát kóbor szellő, mint az aranylóbor rég szomjúhozókét. Mert vad vad a nappal, útjaim fázik a lélek. Védd meg és simogasd ének szálas gondjai közt. Ennek a szerelmi együttlétnek a szép dala, a közismert dal Két karodban. Hallgassuk meg ezt. Ezt kétszer is meghallgathatják, már egyszer megpróbálom szép. Egy közismert dallammal énekelni, ha ismerik a rádióból, akkor énekeljék velem. Két karodban ringatózom csöndesen, két karodban ringatózol csöndesen, két karodban gyermek vagyok, hallgatag, két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karoddal átölelsz te, ha félek, két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöngyesen, két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. Két karodban ringatózom csöndesen,
két karomban ringatózol csöndesen. Két karodban gyermek vagyok, hallgatag. Két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karoddal átölelsz te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem ijeszt majd a halál, nagy csöngyesem. Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. És ugye aztán munkaszolgálatra vitték, amikor Amdán 1946-ban kirántolták, akkor nem csak a borinoteszt találták a ruhájában, a ruhái között, hanem az egyik zsebében egy levelet, egy imádságot is találtak, amit Fanni dugott a zsebébe, ami elkísérte szintén őt az útjára. Hallgassuk meg ezt a levelet. Édes Istenem, nem bírom ezt a szomorúságot, ezt a szorongást. Segíts meg őt, légy vele, hogy világos, tiszta legyen a feje, és mindenre tudjon felelni. Segíts meg őt. Te tudod, mennyit killódott szegény. Ne engedd, hogy baja történjék. Légy velünk. Bár tudom, hogy bűnös vagyok. Ő nem, soha. De én oly sokszor vagyok kemény és bántó az emberekhez, bár a legfőbb parancsnak tartom, hogy szerest fele barátodat. De azt hiszem, azért van ez, mert sokszor és annyiszor ér bántalom engem is. De ő jóságos. Ő még soha senkinek nem vétett. Az ő szívében és agyában rend van, és nagyon vigyáz rá, Istenem. És a munkatáborban írta hozzá a gyönyörű verseket. Ezek közül egyik legszebb talán a Tétova óda. Hallgassuk meg. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét? Egy képbe talán, és csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövek sült csigaház. A holtól cirmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. S még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér. Felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szóversemben, s mert ez addig izgat engem, még csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek. Zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színaranygolyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felémint, hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillád hosszú árnya rebben. Kezed párnámra hull, elalvó nyírfa ág, de benned alszom én is, nem vagy más világ. S idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben.
1940-ben vitték be először munkaszolgálatra, Erdélyben dolgoztak. Ilyen szavak szerepelnek Veres Marcimi költeményében. A megsebzett vetés, az apró akna, a vérre váró sűrű drótsövény, de reménykedett is, és hallgassuk meg a reménykedésnek néhány verszakát. Visszatérnek mind a mívesek, aki takács volt, újra szőni fog, és éjjel szép fonállal álmodik, még fel nem kelték gyöngyös hajnalok. S az asszonyok is hajladoznak újra, lábuknál nődögél egy új világ. Hiú, mákszínruhás lánykák zajongnak, s kicsiny fiúk, kis öklelő gidák. S a föld bölcs rendje visszatér, amit ócsillagok szakállos fénye áztat. Állatok, skalászok rendje ez, nehéz, s mégis szelíd szolgálati szabályzat. Aztán hazatért, 1942-ben újra elvitték munkaszolgálatra, valóban munkára és valóban szolgálatra. A hatvani cukorgyárban végeztek nagyon kemény munkát. Hogy mit jelentett ez, milyen munka volt, hallgassunk meg egy részletet szintén. Hajsza! És egy dögvén ember, aki fél óránként kijön az irodából, mint egy pokolgép és robban, siessenek, nincs szén a kazánhoz, kell a szén. Hajnali 4-kor zuhogni kezd, folyik a szenes lé rajtunk, a szén öngyulladt, büdös széndioxid szál és fejgörcsöt okozó széngáz. Irtózatos hodály, gatyára vetkezve dolgozunk és folyik rólunk a verejték. A munka is irtózatos, de az érkező forró kristálycukor is fűti a hodályt. Futószalagon jönnek az 50 kilós kristálycukros zsákok, ketten talicskázzák át vastaligán a terem túlsó végére, ott felrétegezik a mennyezetig. 3-50 kilós zsákot tolunk egy taligán, 4-en dolgozunk. Az első 150 kilóval úgy tántorogtam, hogy azt hittem, nem bírom. A másodiknál már rájöttem a kényelmesebb egyensúlyra, ment a dolog. Aztán elvittek egy embert, s nekünk kellett az odatolás után feldobni a zsákot is. 1320-50 kiló zsákot emeltem meg, a futószallag könyörtelenül hozta a zsákokat. Hát ez volt a munkaszolgálat. És közben egyre kimerültebb lett, egyre fáradtabb lett. 1943. január 28-án ezt a napló bejegyzést tette. Az ember akkor fáradt igazán, ha már a haláltól is félni fáradt. Teljes apátiába süllyedtek. És ez az idő, ez a sors születe benne egyik legszebb versét, a Nem tudhatomot, a magyar hazafias költészet egyik legszebb költeményét. Ebben a versben van ez, ím ittek ő, majd elhangzik meg, biztos fölidéződik. Ezt 1909-ben egyik soproni kollégámtól kaptam, egy hegyekben talált kőre fölírta, és tulajdonképpen ebben benne van, azt hiszem, az elkész második világháború, az egész magyarság sors, az egész holokauszt, minden, mert ilyen kemény, ilyen kegyetlen sors jutott sokaknak, és mégis ezt a követ észrevette, mert a hazája földjén volt ez a kő. Hallgassuk meg a Nem tudhatom címkölteményét. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelentett egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet áll, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejte térkép? Gyárat, s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyár, tanyát, az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, még én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll, s üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárok udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én itt e kő, de föntről e kő se látható, nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csetszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, még jelt nem ír hazánkra újból a béke újja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat, borítsd ránk, virrasztó éjj felleg. Átmenetileg megint hazatér, de harmadszor is elviszik katonának, illetve munkaszolgálatra, és ez tulajdonképpen az utolsó bevonulás. Borba kerül a részbányába, ott dolgozik ez a magyar halálra ítélt sereg, és itt újabb költeményei születnek, egy kis notesz kerül elő majd az abdai sírból, szerb nyelvű cirilbetűkkel, és ebbe másolja be a néhány szép versét, és útközben is születik néhány költeménye. Majd meg lehet nézni, esetleg kézbe lehet fogni. És ez az idő, amikor visszatekint az ifjúságára, a boldog időkre, barátokra, feleségre. A La Recherche, ez a költeménynek a címe. Tessék figyelni, hogy mennyi szépség, elevenség, élet van ebben. A Bori táborban ezek a szöges drótok között levő emberek, élő emberek, nyomorgó, éhező emberek, mire gondolnak, hogy élik meg a múltat, és hogy látják a jövőt, látnak-e jövőt. Hallgassuk meg ezt a költeményt. Régi szelíd esték, ti is emlékké nem esettek. Költőkkel, s fiatal feleségekkel koszorúzott tündöklő asztal. Hova csúszol a múlt a kiszapján? Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátot ittak a fürge barátok a szép szemű karcsú pohárból? Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján, és éltek a holtak, s otthon voltak a foglyok, az eltűnt drága barátok, verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak, csak azért, mert ellene mit se tehettek.
s még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékike társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marha kocsikban utaztak. Dermedten és fegyvertelen álltak az aknamezőkön. S volt, ahova önként mentek, fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc, az az ő ügyük ott lenn. S most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt, ahová mindegy, hova tűntek a bölcs borozások, szálltak a gyors behívók, szaporodtak a vers töredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körül, s szeme alján. Elnehezettek a tündérléptű lányok a háború hallgatag évei közben. S hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal? És akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem, és torzóik árnya kibomlik, s mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az az éj már vissza se jő soha többé. Mert ami volt, annak más távlatot ad a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen, távoli erdőkben s idegen legelőkön alusznak. Láger Heidenau, Zsagubica fölött a hegyekben, 1944. augusztus 17. És elindult a menet, és csak Avdáig jutott. Legalábbis az a pár ember, aki beteg volt, már lemaradt. De maradjon meg bennünk az a Radnóti. Hát akinek a költeményei elhangzottak, aki tudott ebben a pokolban is reményleni, szép képeket rajzolni. Maradjunk meg az a Radnóti, aki a békéről is tudott írni. Igaz, hogy 1937-ben, de a béke hangján szólal meg. Hallgassuk meg befejezésül ezt a költeményt. Himnusz a békéről. Te tündefény, futó reménység vagy te, forgó századoknak ritka éke. Zengő szavakkal és egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptű béke. Szólnék most újra, merre vagy? Hová tűntél a télből, mely rólad papol, s acélt fenn szívek ellen, ellened? A szőlő szemben alszik így a bor, ahogy te most mi bennünk rejtezel. Pattanj ki hát! Egy réges-régi kép kísért a dalló szájú boldogokról, de jaj, tudunk-e énekelni még? Ó, jöjj el már, te szellős március! Most még kemény fagyokkal jő a reggel, lidergő erdőkanya téli nap, lehel be zúzos fáidat meleggel, s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk-e háborúk perzselte télben itt, ahol az ellenállni gyönge lélek tanulja már az öklök érveit. Nyarakra gondolunk, s hogy erdeink majd lombosodnak, s bennük járni jó, és kertjeinknek sűrű illatában fáján akad a hullni kész dió, s arany napoknak alján pattanó labdák körül gomolygó gombolyag, gyerek sereg visong. A réteken zászlós sörényű csillogó lovak száguldanak a hulló nap felé, s fejünk felett majd surrog és csivog a fecskefészkektől sötét eresz. Így lesz-e,
így, mert egyszer béke lesz. Ó, tarts ki addig, lélek, védekezz! Köszönjük. Hát ez a Radnóti maradjon meg bennünk, és ezt próbáljuk megteremteni. Nézzék meg ezt a kis kiállítást, ezeket a kis könyveket, és köszönjük szépen a figyelmet. Én is köszönjük szépen Radnóti Miklós életéről, és Köszönöm szépen. Köszönjük a figyelmet és a meghívást is. Pár mondatot szeretnék.